Szóval ez van eddig kész. És ez itt arra, amire látod ezt a keresztet, ez itt mind ott. Így lesz majd egy óriási nagy vár, meg kastély, meg templom, meg minden. Itt lesz egy kikötő, most eddig van megcsinálva, vagy az előző csináltam meg. Itt lesz majd egy ugyanilyen bejárata annak is, alulról. És akkor itt a lépcső, ugye ez a kis sídon itt átjövünk. Ide be ebbe a kis alagútba, fel a lépcsőn, és akkor beérjünk ide a belső térbe, ami az erőt kis előörsnek a belső tere. Fákjával kivilágítva. Ha van szintát, egyes mondjam, hogy kap lerakva, és így nyílik az ajtó. Belül és kívülről is. A lépcső megy föl. Teljesen szimmetrikus, itt van a várfal. Ez már a másik textúra, itt is a felső szintre is ki lehet jönni. És lehet kukkelni, mondjuk a másik oldalon ott látszik is a víz. De honnan én a középről is van, jobbról balról följáró lépcsővel kialakítva. Itt igazából semmi nem lesz, csak egy ilyen előörs védvonal onnan jövő fiktív ellenség számára. Ugye így néz ki kívülről, ezen a sziklaszírten áll az előörs, és ugye itt a zajja le van csapva tartóelemnek. Alulról is lehet kukkelni. Föntről is kifáklyázva a lépcső. Ugye ez rácsot akar. Ez egy fakerítés, de ez rácsot akar szimbolizálni. Bástyák. És nagyjából egy dolog kivételével minden teljesen szimmetrikus, az pedig a lépcső lejáró, de az pedig így adta ki frankon, úgyhogy nincs pont középen. Innen középen van, de innen nincs. Ez egyetlen szépség, de valami szépség van, jó mindig kell. És itt alul mohás kővel már volt egy kis, de majd még beleépítgetek, hogy itt-ott lesz moháskő, nem folyamatosan csak alul. Hogy itt-ott meg lesz mohásítva egy kicsit. Mindegyik belülről, ezen a felén, a belső, külső felén van létra, ami fölvisz, ott is ott van. Ott is. Ugye ez az előörs, és aztán ott lesz majd a kikötő építve, és illetve itt lesz egy óriási nagy vár megcsinálva. Ez még majd készül. Na erről ennyit. Napa!